Hát egy kedves új cégjűlősök, engedjétek meg, hogy a mai rövid ünnepség elején elsőként gratuláljak a kitüntetéseitekhez. Pekárik Géza, a Paksi Atomerőmű vezérigazgatója köszöntötte az idei céggyűrű ünnepségen megjelenteket. Az ünnepséget a hagyományoktól eltérően zárt körben csak a díjazottak részvételével rendezték meg az Erzsébet nagyszállodában. Különösen nagy jelentősége van annak, hogy a kiemelkedő teljesítménynyújtó kollégákat tovább ösztönözzük arra, hogy azt a meghatározó szerepet, amit a kicsi közösségekbe betöltenek, azt az ilyen nehéz időszakban is töltsék be. És hát ők azok, akik irányt mutatnak, a többiek esetlegesen megrendült bizalmát vagy biztonsági érzetét erősíthetik. Ezért gondoltuk azt, hogy a szokásoktól eltérően egy picit szűkebb keretek között, de azért mindenképpen megemlékezünk róluk. A díjazottak eddigi munkájukkal, hozzáállásukkal, emberi kvalitásukkal érdemelték ki azt, hogy az atomerőmű kollektívája a számukra legértékesebb kitüntetésben részesítse őket. A vezérigazgató hangsúlyozta, a kitüntetettek jövőbeni útja, hogy a probléma megoldásban továbbra is mutassanak utat a többieknek, és példaként szolgáljanak számukra. Összesen 49 felterjesztés érkezett a kollektíva részéről, közülük 20-an részesültek céggyűrűben, egyikük Leber László, aki 1983 óta dolgozik a Paksi Atomerőműben, jelenleg blokkügyeletes. Méltatásában elhangzott, munkáját odaadóan magas szakmai színvonalon végzi. Mindig törekedtem arra, hogy a legjobbat adjam magamból a sok-sok tanulásnak. Úgy érzem, hogy talán ez lehet a jutalma, vagy az eredménye, amit az atomerőműben eltöltött évek során megszereztem. Céggyűrű elismerést kapott Bana János, a védelmi főosztály vezetője is, aki olyan biztonsági átalakítások végrehajtásában vállalt kiemelkedő szerepet, mint például a fegyveres biztonsági őrség átalakítása. Március óta áll a COVID-19 elleni erőműves védekezést irányító pandémiás vezetési csoport élén. Nagyon nagy megtiszteltetés az, hogy megkaphattam ezt a díjat, ami azért az erőműbe egy kiemelkedő kitüntetés, és talán legmagasabb kitüntetés az erőmű szinten. Ezzel elismerték azt a munkát, amit nem csak én, hanem a kollégáim is végrehajtottak az elmúlt időszakban, és reméljük, hogy ezzel egy bizalmat is adtak arra, hogy a következő időszakban is ugyanolyan magas szinten tudjuk végezni ezt a munkát, ahogy eddig. A pandémia miatt több kitüntetés átadásától is el kellett tekintenie az ERT vezetésének az idei évben. Nem tudták átadni az igazgatósági nívódíjakat sem. Ezeket, valamint a vezérigazgatói dicséreteket szeretnék decemberben kiosztani a díjazottak között. A céggyűrű idei évi kitüntetettjeit pedig már most meghívták a 2021-es díjátadóra, hogy ők is részt vehessenek az ünnepi műsoron és az állófogadáson.